ez a videó sorozat elsősorban Thaiföldről szól. Thaiföldet ma már nagyon sokan összekötik Kambodzsával és a mögöttem látható Angkor Wattal, nyilván nem véletlenül. Egy meglehetősen korai géppel repültünk Kambodzsába, ami Thaiföldel szomszédos ország. Kambodzsának a 80-as, de még a 90-es években is szinte bérelt helye volt a hírekben, ami miatt sokaknak a mai napig a Vietnámmal folytatott véget nem érő háború, a dzsungelharcok és a taposó aknákkal teleszólt vidék ugrik be az ország neve hallatán. Hogy mi történt itt korábban, illetve mi történt azóta, arról majd egy picit később, de a lényeg, az ország ma már biztonsággal látogatható. Kambodzsa fővárosa Phnom Penh, de mi nagyjából egy óra repülés után Siem Reapben landoltunk, itt található ugyanis a legközelebbi repülőtér a híres neves Angkor Wathoz, ami miatt elsősorban jöttünk. Kambodzsa! Kambodzsa vízumköteles ország, a vízum kérdésben azonban nem csinálnak túl nagy ügyet, még a repülőn ki kell tölteni egy párszoros formanyomtatványt, majd pedig a reptéren az útlevél ellenőrzés részeként fizetni kell fejenként $30. Az összeg nem nagy, de nehéz nem nettó lehúzásként értékelni, pláne hogy az átvett pénzt, még csak a látszatra sem adva, a turisták orra előtt pakolták egy aktatáskába. Mindenek a tetejébe pedig az útlevél kezelés után az egyik hivatali alkalmazott félrehívott és jelezte, hogy egy kis plusz pénzért meggyorsítja a csomagjaink átvételét. Köszöntük, de végül is nem értünk a kecsegtető ajánlattal. Mit is lehetne erre mondani? Welcome to Cambodia! Ugyanezekkel a szavakkal és hozzá széles mosolyal fogadott a kijáratnál minket Vány, ő lesz majd a guide-unk két napon át. Az autóba való bepakolás után ismertette az aznapi programot, az első megállóig pedig volt idő egy picit bemutatni az országot. So, Cambodia covers an area of 181,000. Kambodzsa alapterülete 181,000 négyzetkilométer, ezzel kezdte. Kiterjedése tehát egy Magyarországnál nagyjából kétszer nagyobb országról beszélünk. Az ehhez tartozó 16 milliós népesség szám, pláne mivel egy ázsiai országról van szó, talán kicsit kevésnek tűnhet. Kevés is, de erről is majd később. Vány tehát Constitutional Monarchy-nak írta le Kambodzsa államformáját, ami tulajdonképpen királyságot jelent, ám a királynak igazából csak formális hatalma van, tényleges nincs. Politikai berendezkedését tekintve Kambodzsa demokratikus ország, de ez csak papíron van így, az országot bemutató külföldi cikkek többnyire diktatúraként jellemzik Kambodzsát, ahol csak látszat demokrácia működik, és ahol mindent a már 33 éve hivatalban lévő miniszterelnök irányít. Turistaként legalábbis két nap alatt az ember mindenből nem sokat érzékel, de ha csak a reptéri nyitó eseményeket veszük alapul, akkor az látszik, hogy igencsak jelen van a korrupció, látható, hogy elég nagy a szegénység, az ország valutája a rill pedig szinte értéktelen. És mindemellé úton útfélen a miniszterelnök fotója virít. De végül is az is sokat mondó valahol, hogy Vány sem szívesen boncolgatta ezt a kérdést. Ahogy látszik is, egy útépítés miatt kellett egy picit várakoznunk, ez egyébként nem ritka errefelé. Kambodzsa úthálózata ugyanis rendkívül fejletlen, nagyon sok még a földút. Éppen ezért, vagyis a járhatatlan országutak köszönhetően viszont repülőtérből viszonylag sok van. Mondják is, hogy Kambodzsában a legnagyobb az egyfőre jutó repterek száma. Az első megállónk egy Siem farm volt, aminek a különlegessége, hogy itt még a hagyományos módon Siem hernyók segítségével állítják elő a sejemet. Like mulberry trees, and then we just give them four times a day, and they eat until they 25 days. They eat this whole plate in one day. Yeah, yeah, yeah. They eat a lot, yeah. And then they become a yellow colors, yeah. And 25 days, they stop eating. And then they start to make cocoons. So we get silk from the cocoons. Röviden ez a lényeg és az a zseniális ebben a helyben, hogy be is mutatják a folyamatot az elejétől a végéig. Mivel az egyes fázisok kivétel nélkül roppant érdekesek, a kambodzsai sejemkészítés részletes bemutatására inkább szánok majd egy külön hogyan készül videót, most legyen elég annyi, amit már nagyjából hallottunk is, hogy a sejemhernyók bebábozódása során keletkező sejem gubóból készül a sejem, amit itt helyben aztán fel is dolgoznak. Thank you.
Közeledve a következő állomáshoz, a Chong Niz vízifaluhoz, az út mentén szúrtuk ki ezeket a cölöpökön álló nádfederes házikókat, meg is álltunk természetesen. Itt előttem lótuszvirágok, jobbra tőlem rizs, ezek az érdekes tetejű házak pedig állítólag, azt mondta a kísérőnk, hogy ezek a házak a helyieknek, főleg a városiaknak ilyen hétvégi nyaralók. Ide jönnek ki, ha pihenni akarnak. A kambodzsai emberek körülbelül 80%-a mezőgazdaságból él, ami elsősorban rizstermesztés jelent, ehhez ugyanis a legkedvezőbbek az ország éghajlati adottságai. A nádfederes kunyhópark meglehetősen népszerű a külföldi turisták körében is, erre pedig a helyi gyerekek láthatóan fel vannak készítve. A nagyobbak kis csomagokban gyümölcsöt árulnak, de már a legkisebbek is mondókaszerűen ismételgetik, hogy $1, $1. Kambodzsa sok különlegességének az egyike, hogy meglehetősen fiatal a társadalom, az okok pedig elsősorban a közelmúlt történelmi eseményeire vezethetők vissza. 1975-ben került hatalomra a Vörös Kmer, amit ma már a történelem egyik legvéresebb diktatúrájaként tartanak számon. A Pol Pot vezette kommunista rezsim üldözte az értelmiségieket, a buddhistákat és nagyjából mindenkit, akit a rendszer ellenségének gondolt. Csak nem 1,7 millió embert öltek meg politikai okokból néhány év alatt, azaz majdnem minden hatodik kambodzsait. Ehhez jött a 70-es évek végén a Vietnámmal kirobbant háború, amiben pedig közel 1 millió ember vesztette életét. Ez volt az a háború, ami miatt a mai napig sokan úgy tekintenek Kambodzsára, mint a taposóaknák földjére, hisz a kommunista rezsim elsősorban azért, hogy a háború és az éhezés elől menekülő kambodzsaiak ne hagyhassák el az országot milliószám telepített taposóaknákat. Mivel ebben a konfliktusban közvetve a nagyhatalmak, a szovjetek, az USA és Kína is érintettek voltak, Kambodzsa naponta szerepelt a világhírekben a 80-as években. Az utolsó vietnámi katona 1989-ben hagyta el Kambodzsát, egészen eddig tartották magukat a Vörös Mer gerillái a dzsungelekben, de a háború csak 1991-ben ért teljesen véget a Párizsi Paktummal. A háború után maradt aknák nagy részét már a hatástalanították, de Vine szerint nagyjából 2 millió taposó akna még mindig felszámolásra vár, erre jelenleg nincsenek forrásai az országnak. És ezért is nagyon fontos, hogy ne kezdjünk önálló kalandozásba Kambodzsában, mert csak a turisták által látogatott régiók tekinthetők teljességgel biztonságosnak. Aki látta az előző tájföldi részt, az emlékezhet rá, hogy ott jártunk egy úszópiacon, most pedig itt Kambodzsában egy igazi úszófalu következik, egy olyan falu, aminek a lakói az egész életüket ebben az úszófaluban élik le. Ha azt mondtuk, hogy a legtöbben a mezőgazdaságból élnek Kambodzsában, akkor ennek a listának a második helyén a halászat áll. Siem Reap arról is nevezetes, hogy a város közelében található Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb édesvízi tava, a Ton Sap tó. A tavat a szintén a Ton Sap nevet viselő folyón lehet megközelíteni, a folyót mocsár és mangrove erdő veszi körbe. Ahogy haladunk a nyílt víz és az úszófalu felé, a folyóparton mindenfelé a mocsárban térdig álló halászokat látni. Egyébként csaknem 1 millió embernek biztosít megélhetést a tó és a környéke, ez is jól érzékelteti, mennyire gazdag halban. Nagyjából 20 perc az út motorcsónakkal a nyílt vízig, most ez valamivel több volt, mert én is a kormányhoz ülhettem. Vannak cölöpökön álló házak is, de a Chong Niz úszófalu, ahova érkeztünk, többnyire hajótestre épített házakból áll, mivel ők folyamatosan mozgásban vannak. A faluban több mint 1000 család él, és van minden, ugyanúgy, mint egy szárazföldi településen. Kisbolt, kocsma, étterem, és majd az összes háznál van jellegzetes buddhista házi szentély is. De az itt szolgálatot teljesítő misszionárius papok miatt a falunak még katolikus temploma is van. A turistákat nem igazán nézik az itt lakók jó szemmel, de mivel Vine jó barátságban van néhányukkal, ennél az úszóháznál kiköthettünk. Az elsőre látszott, hogy az itteni halászok nagyon kedves emberek, akiknek láthatóan nem túl stresszes az életük. Általában éjszaka halásznak, nappal pedig pihennek. I grew up here, I live in here. How many families are living here? 1,115 family. Is it possible to join? Yeah. Yes. And what is needed? A ship? Yeah. Or a house? Yeah, house. A house. Actually, you can, even do that, you can change. I change to Hungary, you can stay Cambodia. Egész kis állatkertet tartanak egyébként. Ezen a hajón vannak baromfik, vannak nyulak és vannak majmok is.
és legnagyobb megdöbbenésünkre voltak krokodilok is, ennek az oka viszont sajnos elég prózai, nagy értéke van a krokodil húsnak és a bőrnek errefelé. A tóban csaknem 200 féle hal él, ezekkel van kitapétázva a halászok pihenője, főként harcsára mennek, harcsából már 300 kilóst is fogtak itt. A házakat egyébként ilyen kazalszerű bójákhoz rögzítik, amikor lehorgonyoznak valahol. A falu főként az apály-dagály függvényében évente 8-szor áll odébb, és ha jól értelmeztem, valamiféle vezérhajóhoz igazodnak. Everybody football they can move. So here Navarra is a land. Six man in the lake, six man in the river. Your name? Ta. Ta. And you? Chopper. Chopper, not speaking chopper. Nice to your chopper. Chopper. Your name? Tobo. Tobo. Yeah, chopper. Your name? Free, all in white. Okay. Christina. Christina. Christina, oh, good name. Okay. Good luck. Yeah. Good luck for you tonight. Too. Yeah, you too. Good luck. Yeah. Good luck. Érdekesség a visszafelé útra is jutott, az evidens, hogy a környéken élők nyilván mindent megtesznek a turisták kegyeiért, vagy inkább pénzért, de ezt a mutatványt nehéz überelni. Igen, a csónakban álló kisfiú egy kígyóval a nyakában néz befelé a turista hajó ablakán. Egyébként a mi kis csónakunkkal úgy, hogy volt lehetőségünk beszélgetni is a helyiekkel, óriási élmény az úszófalu, azt viszont már nehezen tudom elképzelni, hogy a nagy turista hajókról is ugyanekkora. Ez amúgy rávilágít arra is, hogy mennyire más jellegű szervezést igényel egy kambodzsai túra, míg a tájföldi programokat ma már kis utánajárással bárki összerakhatja magának, és mi is magunknak szerveztük le, azt talán az eddigiekből is kiderült, hogy Kambodzsa egy picit azért más világ, sokkal többet számít a helyismeret, úgyhogy az itteni két napot inkább egy utazási irodára bíztam. Ők az ezer út és több országba is utaztam már velük, Kambodzsa esetében segítettek például a repülőjegyben, az idegenvezető és a programok szervezésében, és természetesen a hotelt is ők ajánlották. Lássuk! A Sakmut Boutique Hotel ugyan hivatalosan 4 csillagos, de ahogy a booking értékelésén és talán a felvételeken is látszik, szinte hibátlan, nálam egész biztos kiérdemli az 5 csillagot. Valami tea, nem? Tök jó! Megvazult levelem, most attól hazajutok biztos. Rendkívül kedves a személyzet és az épület egész kialakításából árad a hamisítatlan Kambodzsa feeling. Miután átvettük a szobánkat, még csobbantam egyet a medencében, majd nekivágtunk a Siem Reap-i éjszakának. Turistaként a városon belül a legegyszerűbb és leggyorsabb a tuk-tukkal való közlekedés, hisz úgymond ajtótól ajtóig visz, ráadásul önmagában is élmény. Itt már csak azért is, mert a millió kismotor között olyan volt az egész út, mintha egy méhraj közepén repülnénk. Azért tűnhet egyébként úgy, hogy több itt a kismotor az utakon, mint más ázsiai országokban, mert 1950 előtt a francia gyarmati időkben a motorgyártás húzó ipari ágazat volt Kambodzsában, innen látták el motorokkal, majd az egész térséget. Ami szintén érdekesség, bár ez lehet, hogy csak nekem tűnt fel, ahhoz képest, hogy az ország elmaradottnak számít, az autópark kifejezetten fejlettnek tűnt. A 140 ezres lélekszámú Siem Reap szinte teljes egészében az Angkor Wathoz érkező turistákra rendezkedett be, a belváros például már kifejezetten jellegtelen és commerce, de lehet azért a külföldiek által annyira még nem ellepett részeket is találni, kis kirakodó vásárokkal, utcazenészekkel.
Arra érdemes felkészülni, hogy Kambodzsában más országokhoz képest nagyobb számban fogunk találkozni még tagcsonkolt emberekkel. Azt mondják ugyanis, hogy gyakorlatilag nincs olyan család, aminek a szűkebb vagy tágabb környezetében az elmúlt évtizedekben ne okozott volna tragédiát egy váratlanul felrobbanó taposóakna. Aki persze tudja, az megpróbálja ezt a helyzetet valamilyen módon a saját javára fordítani, például utcazenéléssel. Nema, you are Christian Ronaldo, man. De ez a nagyon vidám és remek üzleti érzékkel megáldott srác, aki magát Neymarhoz hasonlította, még engem Cristiano Ronaldohoz, képeket fest, és nem ecsetet, hanem kanalat használ. Oh, I want to tell you, spoon painting and brush different. And spoon very hard to do, man. Then why do you do it in the spoon? Because I want to do, to tell everyone, because I lose just only one arm, but I can do everything. But sometimes the people said, he lose one arm, he cannot do anything. But it me, yeah, I want to tell you, I can do everything if I want. Azt pedig, hogy milyen az igazi kambodzsai konyha nehéz lenne frappánsabban bemutatni, mint ennek az étteremnek a reklámtábláján keresztül. Ők ugyanis ezzel az üzenettel próbálják becsalogatni a vendégeket. Patkányt, majmot és rovarokat itt nem szolgálunk fel. Frenetikus szóviccel élve, ha az imintieket nem is, kígyót, békát azért még lehetett választani az étlapról. Ennek ellenére mi mégis maradtunk a kevésbé bevállalós fogásoknál. Az ételek egyébként nem meglepő módon nagyon tájosak, helyi jellegzetesség, hogy ha kérünk, hanem rizs mindenhez jár. Az árak pedig európai mércével mérve rendkívül alacsonyak, amit látszik $15 igen-igen jól lehet itt lakni. Kambodzsában egyébként mindenhol lehet dollárral is fizetni, ami elég nagy könnyebbség, tekintve, hogy $1 4000 helyi pénzt, azaz rilt ér. Vacsi után levezetésnek még nézelődtünk egy kicsit a vásárban, az ajándéktárgyak tematikája nem meglepő módon az Angkor Watra épült, legalább már ezzel is hangolódtunk a másnapra. A hotelben a reggelire sem lehetett semmilyen panasz, reggeli után pedig autóba pattantunk, és irány az Angkor Wat. A belépőket a városon belül kell megvenni, a pénztáraknál hatalmas a sor, de mint tudjuk, Kambodzsában nagy sor nincs, maximum nem ismered a megfelelő embert. Az Angkor Wat Siem Reap-től egy nagyjából fél órás autózásra található, így útközben volt rá idő, hogy Vine elmesélje az alaptudnivalókat. Angkor a Khmer birodalom fővárosa volt 802 és 1432 között, azaz nagyjából 600 éven át. Ennek a fővárosnak volt a vallási központja, a ma Angkor Wat néven ismert templomegyüttes, ami 1113 és 1150 között épült fel. Aki túl nagy várakozással vagy túl magasztos hangulatban érkezik az Angkor Wathoz, azt a területre való bejutás percei gyorsan visszarángatják majd a földre. Hatalmas tömeg, zsivvásár és dugó, nagyjából ezekre kell készülni. Ez persze nem meglepő, az Angkor Wat ma már a Taj Mahalhoz, a Kolosseumhoz, vagy épp az egyiptomi piramisokhoz mérhető tömegeket fogad. Ez volt az első bucket list a fejem. Majdnem lebitte a fejem ez a bambusz. Az első helyszínünk a Bajon nevet viselő templom volt. B-A-Y-O-N, built in late 12th century AD. It took 7 years to build Bajon temple. And it involved 1 million people. Mivel a Bajon Temple a többihez képest kevésbé monumentális és látványos, ráadásul a kisebb alapterület miatt elég koncentrált a turisták jelenléte, nem valószínű, hogy csak emiatt lesz az Angkor Wat bárkinek is életre szóló élmény, viszont kihagyhatatlan, mert talán ezen keresztül érthető és ismerhető meg leginkább a Khmerek birodalma. A templom különlegességei közé tartoznak például a falakon található eredeti vésetek vagy domborművek, amelyek a valaha itt élők mindennapjait mutatják be a maguk egyszerűségében. A merek egyébként elsősorban a mezőgazdaságban alkottak nagyot, fejlett öntözőrendszereiknek köszönhetően például évente háromszor is képesek voltak rizst aratni. Azt mondják, ezekre az újításokra épült elsősorban a Khmer birodalom 11-től 15. századig tartó aranykora. Amint hallottuk is, a templom 7 év alatt épült fel, eredetileg 54 jellegzetes homokkőből faragott toronyból, avagy prangból állt. Ezek a birodalom 54 provinciáját voltak hivatottak ábrázolni, a középső, legnagyobb torony pedig a fővárost, Angkort.
A mer uralkodók egyébként egyfajta istenségként tekintettek magukra, amit templomépítésekkel is igyekeztek kifejezni. A Bajon templom tornyaiba faragott mosolygós arcok például 7. Jayavarmant ábrázolhatják, amint sejtelmes, nyugodt, kissé monalizás mosolyával letekint a birodalmára. A második templom a Bajontól csak egy pár perces erdei sétára található. So this is a Baphun temple, built in 1060 AD. It is a three-tier pyramid temple, topped by one tower, and the tower is 38 meter high. That is the first entrance, connecting to the bridge, then the second and the third entrance. A kutatók kiszámolták egyébként, hogy az egész angkori templomkomplexum építéséhez körülbelül 5 millió tonna homokkövet használtak fel, de az például máig nem igazán ismert, hogy milyen anyaggal rögzítették egymáshoz a kifaragott téglákat, csak azt tűnik biztosnak, hogy valamilyen speciális növényi mixből készült kötőanyagot használtak. További érdekesség, hogy az angkorvat hindu istenekhez és a hindu építészet szabályai szerint épült, Kambodzsa lakossága ugyanakkor többnyire buddhista vallású. Az ország ettől függetlenül nagyon büszke az angkorvatra, olyannyira, hogy az építmény még a zászlójukban is szerepel. És hogy vallásilag is azonosulnak vele, arra jó példa, hogy nagyon sok buddhista szerzetes is látogatja a templomokat. A Baphun kialakítása teraszos, minden szintet körbe is lehet járni, de a kilátás fentről az igazi, igaz, ezért a kilátásért meg is kell dolgozni. Ez volt meredek. Nem? Nekem! Angkort 1432-ben hagyták el végleg a khmerek, egyrészt kimerült a környéken a föld, másrészt a szomszédos tájok felől egyre gyakoribb támadásoknak voltak kitéve. A templomokat ezután elkezdte szép lassan benőni a dzsungel. Annak, hogy a helyiek sem foglalkoztak a templomokkal sok száz éven át, az idegenvezetőnk szerint meglehetősen praktikus oka volt. Az itt élő emberek a folyón és nem a dzsungelen keresztül közlekedtek, így merülhetett feledésbe, milyen csodát rejt a dzsungel. Egyébként 1861-hez és egy francia utazóhoz kötik úgymond az angkor felfedezését, de köszönhetően az újabb és újabb műholdas technikáknak a mai napig kerülnek elő templomok a dzsungelből. A mi túránkban is ez jött, de a sztori szempontjából sem következhet más, mint a híres neves dzsungeltemplom. So this is the jungle temple Taprum, built in 1196 AD. And this temple is considered to be one of the richest temples that built in the capital city. According to the inscription, it owned 500 kilos of golden bone, 500 kilos of silver bone, 36 pieces of ruby, 36 pieces of sapphire, 36 pieces of diamond, and 4,500 pieces of precious stones. So the king used the jewels to decorate the central tower. And Taprum Temple became very famous after the movie Lara Croft Tomb Raider in 2001. Csak érzékeltetéskép, miután az angkorvat 1992-ben bekerült az UNESCO ernyője alá, Kambodzsa felé megindult a külföldi turizmus, de a 90-es évek végéig alig érkezett évente 10 000 látogató az angkorvathoz. A Lara Croft filmet követően, ami egy videójáték adaptációja volt, ez a szám aztán robbanásszerűen megnőtt, és ma már csak nem 3 millió ember érkezik évente az angkorvat miatt, és persze a filmben is feltűnő óriási fák miatt. Ott lesz az az ikonikus fa, aminél kell egy fotó. Úgy láttam, ez másoknak is kellett. Na, ezt a sort kell kiállni egy fotóért. Kiálljuk? Mintán, kiálljuk.
A templom eredeti neve tehát Taprom, a dzsungel templom név azért ragadt rá, mert itt látszik igazán, hogyan vált tulajdonképpen egyé az erdő és a templom az évszázadok során. A területen úton útfélen találkozhatunk majmokkal, ami még tovább erősíti a dzsungel feelinget, arra viszont sok helyen igyekeznek felhívni a figyelmet, hogy nem ajánlatos az állatok közelébe menni, mert a harapásuk veszélyes betegségeket terjeszt. Ami viszont nem a dzsungel feelinget erősíti, és nem is nagyon esik róla szó, hogy a templomokat összekötő utakon kifejezetten nagy a forgalom, sok az autó és a kismotor, és ez még akkor is kiábrándító egy kicsit, ha a terület méretei miatt gyalogosan tulajdonképpen csak rohamtempóban lehetne egy nap alatt bejárni a 3-4 legfontosabb templomot. Az ankori komplexumot vizes árokrendszer szövi át, ennek elsősorban nem védelmi szerepe volt, hanem mezőgazdasági, innen öntözték a kambodzsaiak elődei a merek a környező földeket. A negyedik, egyben utolsó állomásunk maga az Angkor Wat. És így gyorsan érdemes is kitérni röviden az elnevezésekre. A világon ma már teljesen elterjedt, leegyszerűsítve a templomokat együttesen Angkor Watnak nevezni, de így igazából a fő templomot, a legnagyobb építményt hívják. Amit eddig láttunk, az volt az Angkor Thom, ami nagy várost vagy nagy fővárost jelent. Régen egyébként természetesen nem csak templomok voltak itt, hanem nyüzsgő város, sok millió emberrel és sok millió többnyire faházzal, amik nem állták ki úgy az idő próbáját, mint a kőtemplomok. Az összes templom közül az Angkor Wat a legmonumentálisabb, ez a legjobban körbejárható is. Volt róla már szó, hogy a templomok eredetileg hindu vallási szabályok szerint épültek, de azt is fontos tudni, hogy a későbbi Mer uralkodók már buddhista vallásúak voltak, így nem meglepő, hogy az Angkor Wat belső része is buddhista relikviákkal vannak tele. Ha van erőnk, még fellépcsőzhetünk az Angkor Wat tetejére is, és vetettünk egy utolsó pillantást a dzsungelre. Nagyon sok a lépcső, de azért a kilátás az elég jó. A túra nem csak abból a szempontból jól felépített, hogy a legfontosabb, a mindenki által legjobban várt templom marad a végére, de mire az épület másik oldalára érünk, a nap már épp lemenőben van, így az Angkor Wat pont a legszebb arcát mutatja majd, amikor elhagyjuk a komplexumot. Ez volt egyébként az első templom, amit felfedeztek, és bár nehéz elképzelni, milyen sokkoló élményben lehetett része azoknak, akik elé először tárult a dzsungel mélyén a látvány, de szerencsére maradtak fent feljegyzések. Ezeket a mondatokat például egy 1500-as évek vége felé itt járó portugál szerzetesnek tulajdonítják. Nehéz leírni, milyen, hisz semmilyen más épülethez nem hasonlítható. A tornyai és a tornyok kimunkáltsága túlmutatnak az emberi képzelőerő határán. A francia felfedező Henri Maut, akiről már volt szó, az emlékirataiban ezt írta az Angkor Watról. A templomok egyike Salamon templomához fogható szépségű, és alig ha nem egy ókori Michelangelo remekműve, nagyobb, mint bármi, amit a görögök vagy a rómaiak hagytak ránk. Megérte eljönni. Nem hiába volt bakancslistás. A következő részben búcsút intünk a csodás és vadregényes Kambodzsának és irány vissza Tájföldre, célba vesszük a majmok szigetét, Koh Samuit. Megnézzük, mit tud az ország egyik legszebb hotele az ország egyik legszebb szigetén, de természetesen körbejárjuk a legfontosabb látnivalókat is. Elkezdett itt esni. Kezdte reggelt nem így tervezünk, de... A videóm az 1000 út utazási iroda támogatásával készült.